Sziasztok, én Bálint János vagyok, és ebben a videóban egy ketogén szendvicset fogok nektek elkészíteni. Ismét arra törekszek, hogy a lehető legegyszerűbb legyen, és a legkevesebb alapanyagból álljon maga a kenyér, féleség, vagy igazából nevezzük zsömlének, ugyanis csak tojást fogok felhasználni, és krémsajtot ehhez a zsömleszerűséghez. Sokan féltek ettől a ketogén diétától, hiszen a lisztes, cukros dolgokból kell visszavenni, de lehet és kell is enni szénhidrátot, ugye a zsír és a fehérje mellett. Igazából minden tápanyagot megkap a szervezet, csak nem töménytelen mennyiségű szénhidrátot, hanem korlátozott mennyiségben kell lenni. Ugye ez egyén függő, nálam például ez 25-30 g naponta, de van, aki 50 vagy 70 g szénhidráttal is ketózisban tud maradni. Szóval nem kell tőle félni, lehet enni szénhidrátot, csak nyilván nem olyan nagy mennyiségben. Érdemes arra törekedni, hogy a kedvenc ételeitekből legyenek alternatívák. Ezért fogok most egy ketogén szendvicset elkészíteni. Első körben szétválasztom a tojásokat. Ha ezzel meg vagyunk, akkor hozzáadjuk a krémsajtot a tojássárgájához. És ha ez megvan, akkor egy gépi habverővel szépen összekeverjük. Mint láthattátok, a sárgát először összekevertem a krémsajttal, majd utána kemény habbá vertem fel a fehérjét, és most már nincs más dolgunk, mint hogy a kettőt szépen óvatosan összekeverjük. Mint láthatjátok, sikerült összekeverni, most az, hogy egy sütőpapírral bérelt tepsibe rakom, majd 120 fokos sütőbe 20-25 percig sütöm, és ha majd elkészül, lehet összeállítani a szendvicseket. És most, hogy kiszedtem őket, mehetnek be a sütőbe. Nem sikára kész lesz. Elméletileg el is készült, hogy kivehetjük. És én szerintem nagyon jól néznek ki. Úgyhogy rakjunk bele mindent és együk meg. És mint látható, a szendvicsbe vajat fogok rakni, házi turista szalámit, amit egyébként a Szentendrei piacon vettünk, trapista sajtot és kígyóborkát. Hogy kezdjük! Mint láthatjátok, elkészültek a szendvicsek. Szerintem ez egy nagyon egyszerű recept, tényleg bárki meg tudja csinálni. Úgyhogy jó étvágyat kívánok és találkozunk a következő videóban is. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, és bátran hozz meg másokkal is, hogy ők is tudjanak ketogén szendvicset csinálni. Sziasztok!